9 helyszínen csak nem 20 sportággal ismerkedhetnek a résztvevők egy héten át Zalaegerszegen. A gyerekek a közkedvelt sportok, mint például a labdarúgás vagy az úszás mellett, a sárkányhajózást, a jégkorongot és a sportlövészetet is kipróbálhatják. Zalaegerszegről Frauenhofer Márta jelentkezik most vendégével a továbbiakkal. Köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Ma reggel elindult az idei sportágválasztó tábor, és idén is nagyon nagy a népszerűsége. Szeretnék kipróbálni minél több sportágat a diákok. Most például egy nagyon érdekes helyszínen vagyunk az Alsóerdei Sport és Élmény Parkban, ahol a síeléssel ismerkedhetnek. Hát ugye nyáron is lehet ezen a pályán síelni, de már is fordulok a szervezőhöz, Fehér Piroskához, jó napot kívánok. Mit kell tudni erről a táborról? Ez most már nem az első alkalom. Így van, jó napot kívánok, szervusz Márti, köszöntöm a kedves nézőket is. Valóban most már második alkalommal rendezzük meg ezt a tábort. Nagyon nagy a népszerűsége. Mondhatni most már idén több mint 132-en jelentkeztek erre a táborra. Nagyon sok sportágat kipróbálhatnak, ugye többek között most ezt a síelés nyáron, de hát az időjárás majdnem ugyanolyan, mintha éppen tél lenne. Többek között sportijászat lesz, sportlövészet lesz a gyerekeknek, birkózás, box, de meg szeretnénk ismertetni a hagyományt is, például a néptáncot, lesz sárkányhajózás is, lesz többek között még megyünk ugrókötelezni, lesz versenyfrisbee, lesz tollaslabda, tehát nagyon sok élménnyel várjuk a gyerekeket. Hogyan válogatják össze évről évre a sportágakat? A gyerekek kívánságai is szerepelnek a listában? Megmondom őszintén, hogy azt nézzük, hogy melyikeket tudjuk leginkább népszerűsíteni. Ugye nagy népszerűsége van a kosárlabdának, focinak, most az idén például foci, tavaly kosárlabda volt, de azokat, hogy minél többet ki tudjanak próbálni, tehát ne csak az alapsportágakat ismerjék meg, tavaly például a tenisz, hanem idén például mással is megismerkedjenek, mint már említettem, a bokszal, vagy akár a birkózással, vagy az ugrókötéllel, frisbivel, tehát egy kicsit tágítsuk az ismeretkörét a gyermekeknek. Mindenki mindent kipróbál, vagy választhat a sportágak közül? Nem, mindenki mindent kipróbál, tehát itt az a lényeg, hogy a gyermekek megismerjék ezt, kipróbálják, megszeressék, és úgy, mint tavaly, például a jelentkezőknek a fele sportágakhoz ment utána sportolni. Például többek között a korcsolyát, jégkorongot is kipróbálhatják, és ugye most már elég nagy hagyománya van itt Egerszegen például a jégkorongnak. Vannak visszatérő táborozók? Büszkén mondhatom, hogy szinte meg se kellett hirdetnünk, mert már 60 jelentkező úgy volt, hogy ők már jelezték tavaly nyáron, hogy szeretnének jönni, a többit pedig egyszerű meghirdetésre szinte beteltünk. És akkor egész héten lehet sportolni? Így van, egész héten lehet sportolni, pénteken pedig egy hatalmas jambori van, akkor viszont bemutatjuk, például szimatkutyákat hívunk, lesz falmászás, tűzoltók jönnek, a gyerekeknek bicikli biztonsági bemutató lesz, és délután pedig egy jó sportversennyel zárjuk. Fehér Piroskának nagyon szépen köszönöm, kedves néző, tehát itt Zalaegerszegen ezen a héten, ebben a táborban biztos, hogy nem unatkoznak a gyerekek, nagyon sokat fognak sportolni. Frauenhofer Mártának köszönjük szépen.